Zenével folytatjuk. Egy különleges koncertet ajánlunk a figyelmükbe. Május 26-án filmzene koncertet hallhatnak az érdeklődők a Kántémusz Kórus jó voltából. Hát nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is. Szilágyi Szilárd, a Kántémusz sajtóreferense a vendégünk. Hiszen erre például ugye legutóbb nagyszerű példa volt a karácsonyi adventi koncert, ahol már egy ilyen LED fallal, kivetítővel, tényleg ilyen 21. századi virtuális és mindenféle élményünk volt, de hát azért mégis a vokális zene az, ami a legnagyobb élmény szerintem, ami az ember lelkét bizsergeti. Hogy jött az ötlet, hogy ilyen fajta koncertet, vagy ilyen menüt állítsatok össze? Bizony sokat gondolkodtunk rajta. Az a helyzet, hogy egy kicsit kinőttük a Kodály iskola termét, főleg, hogyha ilyen koncertekről van szó, hogy karácsonyi Kántémusz koncert, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett, de ugyanilyen téma ez a filmzene koncert, ami a Doknányi Szimfonikus Zenekarral közösen is Holler Ung Gábor fog vezényelni. Már volt ilyen próbálkozás korábban is Budapesten, és hát úgy éreztük, hogy ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni a Kodályterembe, túl kicsi hozzá. Itt persze a technika az, amire nagyon kell majd figyelni, de a karácsonyi koncerten olyan ügyesen összehozták ezt a hangtechnikusok, hogy azt gondoltuk, hogy megéri kockáztatni. Változatlan a helyszín, tehát az aréna? Így van, a Continental arénában lesz 17 órától vasárnap a koncert, és természetesen nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is nagyon szívesen várunk, mert hogy a gyerekeknek is kedveztünk a műsor tervben, ugyanis lesz Vuk-nak a zenéje, akkor a Jégvarázsnak a zenéje, Karib-tenger kalózai, szóval nagyon változatos lesz benne kórus, nagy zenekar, és szólisták is. Szilárd, az jutott eszembe, hogy a Vukkal nekünk kedvezel a mi generációk, amely az mondjuk mi nőttünk föl. Pont az jutott eszembe, hogy ugye ezek a melódiák, ezek benne vannak szinte a vérünkbe, meg a fülünkbe. Tehát még akinek nincs abszolút hallása, az is egy picit észrevenné, hogyha esetleg valami baki csúszna a gépezetbe, de hát azért ez nem szokott jellemző lenni a Kántémusz Kórus családok koncertjeire. Ahogy említetted, a Doknányi zenekarra közösen készül. Ez hogy nézett ki technikailag? Hogyan tudtatok próbálni? Hát az az igazság, hogy ugye mondtam, hogy volt ennek egy előzménye, és mivel gyakorlatilag olyan szinten nem nehéz az anyag, hogy ezt különne tudjuk lepróbálni, a zenekar nagyon jól tudja, a kórus nagyon szépen megtanulja, és hát viszonylag kevés lehetőségünk lesz, hogy együtt ezt összepróbáljuk, de ez nagyon intenzív lesz. Nos, hát én úgy gondolom, hogy feledhetetlen élmény mindenképpen, ami a nézőkre vár. És hát feledhetetlen élmény gyakorlatilag énekelni ezekben a kórusokban. Lehet, hogy akik hallgatják, valahol úgy érzik sóvárogva, hogy de kár, hogy én ezt nem élhettem meg gyerekkoromban, de ha más nem, akkor a gyerekeit próbálja esetleg ebbe az irányba terelni. És ezt nem csak mi magyarok érezzük, hanem szerintem minden országban ezt éli meg a hallgatóság, ahová eljuttak. Most nemrégiben a moszkvai húsvéti fesztiválon járt a Kántémusz gyermekkar, már második alkalommal, május 9-én érkeztetek haza. Milyen volt ez az utazás? Hát én nem voltam, de hogy Nénesbácsitól megkérdeztem, ő azt mondta, hogy teljesen kiváló volt a szervezés, nagyon jó kis koncertek voltak. Igaz mondja, hogy persze nem mindig volt olyan helyszín, ami nem hagyott volna kívánni valót maga mögött, mert voltak mondjuk egy háborús veteránok házában, tehát az nem éppen ideális a kórus számára, de a gyerekek annyira lehengerlők voltak, hogy ott is ráadást követeltek, szóval teljesen mindegy, hogy hol. Csajkovszki terem viszont a világ egyik legjobb koncertterme, tehát ott is nagyon jól szerepeltek, és egyáltalán a körülmények, ahogy fogadták őket, egy 5 csillagos szállodai ellátás, stb. Szóval tényleg nagyon jól érezték magukat, és nagyon jó volt, hogy már második alkalommal hívták őket. Azt szokták mondani, hogy senki nem lett proféta a saját hazájába, de azért ez nem igaz a Kántémusz kórus családra, hiszen ugye itt most a 25. regionális és 10. országos kórusfesztivál is, minthogyha ennek ellen mondana, hiszen azért mindig fantasztikus eredményeket ér el a kórus. Hát most a Napsugár énekkar volt nagyon ügyes ezen a rendezvényen. Ez ugye régebben az éneklőifjúsághoz kapcsolódtak, és nekünk is volt itt egy helyi rendezvényünk, azon is nagyon szép kórusok voltak, és nagyon jól szerepeltek.
Ritáik úgy gondolták, hogy megpróbálkoznak érteni ezzel a dologgal, és neki is nagyon jól sikerült. Egyébként nagyon szigorú volt a zsűri, és 4 aranyminősítés volt, úgyhogy ez azért is nagyon jó, hogy ezt ők most szépen megcsinálták. Egyébként hogy érzitek? Külföldön könnyebb elragadni a közönséget, mint a magyar közönséget? Esetleg lelkesebbek, vagy lazábbak, vagy érzelmesebbek? Van különbség. Olyan helyeken, ahol nagyon beágyazott a kóruskultúra, hogy ez a fajta éneklés, az a kapella éneklés Németországban, sok helyen, Angliában például, ott talán jobban odafigyel a közönség ezekre a dolgokra, de itt inkább az a döntő, hogy a kórusnak milyen az atmoszférája, hogy kilép, az egész megszólal, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy esetleg az a zenei stílus nem teljesen az érdeklődési körje a hallgatónak, el fogja ragadni. Tehát, hogyha van egy ez az ereje, hogy teljesen mindegy neki, hogy tulajdonképpen milyen közönség elé kell kiállni. Az egész légkör, amit megteremt, az tényleg egyedülálló, de ezt sokan mondták már, nem csak én mondom. Mondtam Szilárd, hogy beszélgessünk arról is, hogy hová utaznak a kórusok, de már látom, hogy ezt mi nem tudjuk végig zongorázni, mert hogy elfogyott az időnk. Mi a legtávolabbi hely, ahova most az idén-nyáron utazik valamelyik kórus? Még ezt is nehéz megfejteni, de Japánba megyünk a Vegyeskarra, az elég távoli, és a gyerekek mennek a Fülöp-szigetekre, és azt hiszem ennél távolabbi már nincs is. Tehát a Fülöp-szigeteké lesz talán most a legtávolabbi. Akkor most lehet utazgatni, mert nincs Kantémusz Kórusfesztivál, nincs. Az majd jövőre lesz, úgyhogy akkor talán egy kicsit többet kell itthon tartózkodni, de aki nem akar lemaradni, akkor vasárnap ajánljuk, hogy legyen ott az arénában. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!